Pénteken kezdődik a 24. Szent György napok rendezvény sorozata. A hagyományhoz híven a vásári forgatag előtt kulturális hét zajlik, amelynek nyitókoncertjét a nemzetközi hírnévnek örvendő bukaresti Madrigál kórus tartja, kiegészülve egy száztagú sepsis Szent Györgyi gyermekkoncerttel. Április 24-én épp Szent György napján indul, az idei Szent napok kulturális hete, amely hozzávetőleg 60 eseményt kínál. Többek között hazai és magyarországi társulatok színházi előadásait, a román filmnapok keretében kortás díjazott alkotásokat vetítenek, ugyanakkor öt bábtársulat 24 előadását mutatja be a legkisebbeknek. Ezek mellett képzőművészeti és zenei rendezvények is szerepelnek a programban. Lesz egy kulturális hét, ez péntektől csütörtökig pontosan egy hét. Budapest és Bukaresti fellépők mellett Temesvári, Kolozsvári székelyudvar, helyi gyergyó, Szent Miklós és természetesen helyi fellépőkkel. Igyekeztek itt is olyan erdélyi fellépőket is hozni, akit máskor nem nagyon látunk a vidéken. Idén május 1 és harmadika között zajlik a városi forgatag. A főszínpadon 13 együttes lép fel, többek között a brit Jurán Híp és Zorán. A rendezvény tombolát is tartalmazó programfüzete már elkészült, és be is mutatták a hétfői sajtótájékoztatón. A Szent idei főnyereménye egy két személyre szóló teljes ellátást biztosító görögországi nyaralás.